alapítványtól első körben egy nehéz tárcsára pályáztam, ami nagyban megkönnyítette a munkálatokat, mivel az előző 20-30 éves tárcsán kicsi is volt, kis kapacitású, és ez az újjal ugyanazt a munkát, amit a régivel 3 nap alatt tudtunk elvégezni, ezzel 1 nap alatt el tudjuk végezni. És az új tárcsa sokkal minőségesebb munkát végez, mint a régi. Úgyhogy nagyban megkönnyítette a munkálatokat a gazdaságunknak. Az ELKE az úgy szintén megkönnyítette a gazdaságunknak a munkáit, mert a régi ELKE-nk az kisebb kapacitású volt, nem tudtunk minőségi munkát végezni vele. Az új ELKE-vel gyorsabban, egyszerűbben el tudjuk végezni a munkálatokat. A szármaradványokat, buzatallót, mindent sokkal könnyebben le tudunk vele szántani, és sokkal rövidebb idő alatt el tudjuk végezni. A gazdaságunk egy 20 éve foglalkozunk földműveléssel, a feleségemmel, meg a fiammal. Termesztünk napraforgót, kukoricát, búzát, az utóbbi években elkezdtünk olajrepcével is foglalkozni, mert az is elég kifizetődőnek bizonyul, és körülbelül 20 éve már fokhagyma termesztéssel is foglalkozunk. Tervezünk pályázni, mert most a 4. körben úgy szintén pályáztunk egy pótkocsira, egy nagyobb pótkocsira, mint ami van eddig nekünk, mert ugye kis pótkocsik a terményeknek a hazaszállítása is nagyon nehézkes, úgyhogy most egy újabb, nagyobb pótkocsira pályáztunk. Hát ez a pályázat nagyba segítette a gazdaságunkat, mert ugye ezek a gépek, amiket a Prosperitatival közösen megvásároltuk, hogyha ez a pályázat nem lett volna, valószínű, hogy az életben ilyen gépeket még nem tudtunk volna saját erőből megvásárolni.